Csókoljuk meg egymást, és vizsgáljuk meg a nyálunkat a mikroszkóp alatt a csók után. Tomi, beteg vagy? Mike tanár úr, mondja meg Tominak, hogy ne zavarjon a munkámban. Nézd, Tomi, megalapodtunk, és megkaptál engem. Nem kell semmire sem tanítani, felnőtt vagyok. Tudom, mit kell tennem. Itt vannak a felnőttek, ő és én. És te hallgass a tanácsodra. Elkezdődött az óra, mehetek? Gyerünk. De nézd, újonc, mindent látok és hallok a falakon keresztül. Ne ronsd el. Ne ronsd el, ne ronsd el. Szerelmes vagy Dianába, igaz? Átkozott, ez a bátyám, én csak... Igen, ez rossz, két testvér szerelmes egy lányba. Na gyerünk, van egy óránk. Jaj, ez annyira jó, hogy a nyuszi iskolában tanulunk tovább. Nem érdekel, hogy bocsánatot kértem Dianától, a lényeg, hogy nem rúgtak ki. Ha kirúgtak volna, anyám ki tudja, mit csinál velem. Igen, lányok, én is csak a nyuszi iskolában akarok tanulni. Békák, olyan vicces volt számotokra a teremben? Jó a kedvetek? Békák, túl vicces, nem szabad velünk szórakozni. Kérlek, állsz, egy csomag garnél a rákot. Lányok, hallottátok? Nem szabad nevetnünk. Focista lányok, ellene vagytok a jó hangulatunknak. Figyeljetek, malacok, üljetek az asztalhoz, és legyetek pozitívabbak. Nézd, ne emlékeztes minket a csapatunk nevére, a tiétek sem jó. Békák, bosszantatok minket. Állsz, két teljes kávét. Dima, mit történt? Lányok, mit mondok nektek? Tomi ilyeneket mondott az órán. Csak szégyen és szégyen. Smile is ilyeneket mondott az órán, csak szégyen és zavar. Az órán kaptunk egy mikroszkópot, és tudod, mit mondott Tomi? Istenem, Tomi. Diana, szeretlek. Nem lehetünk csak barátok. Tomi, miről beszéltünk? Sajnálom, lányok, nem jön be az öltözködőbe. Diana... Legyünk együtt! Bocsáss meg! Kérlek! Aha, nem hagytad, hogy befejezzem! Diana, vissza kellene menned Tomihoz! Napa! Te is mondani akartál valamit!